Már menet van, már jövőbe, már monakózol, de ott vannak a csajok, ha nézem, mindenki, hát anyukám, én előre mentem, tudod, mint ha előjössz. Rongyolunk, Plender, kiállítás, expozíció, Monet, Claude Monet, anyukám, halálidegbe lesz. Pillanatokkal itt vagyok a lakótelepen, a Beton Beach-nél, tudod, és most megyünk be, össze-vissza foglaltam a jegyeket. Te, nem csipálom ezt az internetes vásárlást, a ruha kicsi, a jegyből 8-at veszek, 2 helyet, szóval ezt én így rendszeresen eljátszom. Na most így, ugye mondom, nem működik, pif, anyukám, 3 helyet, 6 jegyet vettem. Most ide várom a barátos nőket, meg mindenki, de most mindjárt be fogok menni, és akkor te ezt fogod látni. Jajtát vizsgálnak tokától bokáig. Olyan a véde, en plein lumière, exposition 8 juillet à 3 septembre 2023. Viselkedjél rendesen, Philipsnek köszönheted, hogy nézheted a Pupos Cilla sztorikat. Követően már itt vagyunk, itt egy kis biográfiát tudok neked fölkínálni, itt már rengetegen vannak körülöttem, nem is nagyon szabadnom, mert tudod, hogy én Kossuthyiba vagyok. Hát mondja, itt egy Czoller asszonka, hát 1840-ben születik, nézd meg, Oscar Claude Monet nével, hát Skorpió volt, november 14-i születésre, millió egy ügybe volt, most nem is akarom ezt húzni, ezt a biográfit neked, hogy itt mi történik vele, de ugye Manétól kezdve mindenkivel halál jóban van. Ennek a kiállítás ugye a Plenlumia azért ez a címe, mert megy vidékre, érted? Óriási havertákba kerül, ugye Sisley-el például, mit nem mondjak neked. 1870-ben feleségül veszi a kis Camille-t, aki viszonylag fiatalon, 32 évesen rákba fog meghalni, amit nem tudok tovább mutatni, akár itt vannak az asszonyokat. Később nagyon jó barátját, Manét is elveszi, ugye, amiben ott fogják eltemetni, és ő maga is majd ott, ugye, Zsivelniben fog meghalni, és ott lesz majd, ott a DC, hát tudod, ezek lesz 26-ban, most rengetegen vannak, nem tudok ordítani, de mindenfelé menetelt, saját kiállítás New Yorkban, a vidéken készült Campagne de Pension, tehát a vidéken készült fej, ugye Norvégiában, aztán bostoni, New Yorki, párizsi kiállítás, tehát ő már Claude Monetről ugye annyit, tehát tudnod kell, hogy ő már éltében egy sikeres festő volt, tehát őt már éltében betisztelték, böböcsülték. Megmutatom neked, hogy ő milyen volt fiatalon. Érted, ha odaférek, nem biztos, hogy odaférek, mert jó nézett ki. Tehát most nézek az idővaslogát. Itt volt. 1865-ben, tehát 40-ben született, 25 évesen ilyen halálóképű volt. És aztán, hát anyukám, az idő vasfoga nem válogat ilyen lett, 86 éves korában fog egyébként meghalni. És most akkor indítom a kiállítást, a plein, az a Monet en plein lumière, annyit kell tudnod, hogy ezek ugye Antibban, itt Dél-Franciaországban, később ide költözik Dél-Franciaországba, de itt készít képeit fogják kiállítani. Ez a 140. születésnapjára, de la première escalade de Claude Monet, a Monte Carlo, hogy megy a flanc, hogy ők itt érted, itt kiállítsák meg mindent. Azt mondja, Monet en plein lumière, ja, itt van angolul. Akkor nem mondok semmit. Tanulod az angolt? Most azért hallgatok, hogy te tudjál olvasni. Screenshot is olvasol. Si tu es plutôt français, screenshot, et puis après, voilà. És olvasod, ide, jó, helyez. Igen, és akkor Riviera, tehát Monet en plein lumière, impressionné, jeunesse, a vrai, és vidék, Giverny, mondom, traverse, szóval ez itt készült képeit fogadni. Várjál már, mondjuk Anszonka már néz. Na és itt megjelennek a képek, oda néz. A vidéki ház. Anyukám, tanulunk, kulturálódunk, fejlődünk. 1897-ben festi ezt a képet, akkor te kiszámolod, mikor született, várjál, 40-ben született, akkor hát majdnem 60 évesen készíti. Nézd, ez egy gyönyörű izé, Monet kép, Claude Monet kép, oda néz. Egyébként Maurice Sainton is nagyon jóba volt, ugye, azért végig is jött. Ez az impressionista festészet, ez az egész párizsi kultúrkör, itt mindenki, az írók, a költők, ugye ott egy híres költő, Budden, vagy nem tudom ki volt ott, Sisley-től kezdve mindenki, ez egy csapat volt.
Érted? De nem tudunk oda menni, mert ott állnak. De már jövünk egy másikhoz. De a fejeket nem nézed, csak az öregszét nézeg ezt is. Nem tudom, hogy látod-e, hogy mit akarok mutatni. Ez a Charing Cross, ez Angilaliban a Charing Crosson készül ez a képe. 1903-ban festi meg ezt. Érted? Hala Angilaliban. De akkor ide visszajövök a Plein Lumière-be. Ez Argenteuilben készül, és ez egy, hát akartam mondani, hogy a Argenteuil hír, de gondoltam, hogy fölismered, de segítek. 1874-ben festi meg ezt a képét, nem vagyok művészettörténész, ne akarjad, hogy itt vakeráljak neked a színvilágról, meg egyáltalán az ecsetkezeléséről. Hát mikor már megnőtt följebb szignálta a képet, azt tudom mondani, érted, ez fiatalkora. Én általában nem szoktam ezeken gondolkodni, én így megnézem a festményeket, az tetszik, böbücsülöm, bötisztelem, vagy nem. Ennyit szoktam. Tehát nem kell túl gondolni. Nézd meg ezt a képet. Ez gyönyörű. Ah, c'est magnifique, regard. Itt van a gyönyörű Patricia. Na, nézd. Most a teljes idegben van, most földobott egy kalapot. És ezt kérlek szépen, ez a Pireneusoknál készült ez a kép, 1886-ban festi meg. Ez egy kikötő, ez a Porcoton, és halál előkelő. Egyébként nézd, mert ha megfigyel, nem volt pointista festő, mert ez inkább Sisley volt, de ha megnézed, akkor egy picit azért idéz a pointizmusból. Csodálatosak a képei. Szamázikan itt áll, mert nem tudok ordítani. Többülő tízegy ilyen pszichán, oda lesz. La tradition du paysage, voilà là. Landscape tradition, vous alors. Át velem, anyukám egy másik világa, úgyhogy nem csak Dél-Franciaországnak vannak fényei, hanem Északnak is. Úgyhogy 1883-ban főrongyol éjszakra, ez Turville-ban készül ez a kép a parton, ugye ez az Atlanti-óceán part, azt hiszem az Atlanti-óceán part, az a kép. A téli fények, tehát a téli pendő a lumière du nord. Látod? Azt nézd meg, ahogy a levegőt, a hideget, tehát hogy a magán a képen keresztül, amilyen érzés átjön, tehát érzed a telet, érzed a levegő frissességét. Tehát Monet-nak fantasztikus érzéke volt, érted? A nyílóvilágoktól kezdve, a pipacsot itt ott van, mutatom neked, de ne szól el kusan, nézzek? Tehát a lenyugvó napot ábrázolja, ugye a hóval, nehez, érted? Nem tudok fordítani ezt. Ez meg Argenteuilbe készül ez a kép, érted? Ezt úgy csinálja, úgy festegeti meg neked 1875-ben. Ja, ami nagyon érdekes, hogyha jövöl a múzeumban, mivel van ez a sok állat, aktivista, nagyon sok festményt megrongáltak, te rúzsodat elteszed, nem, nincs rúzsozás, tudod? Nincs semmi rúzs. Ez is éjszaka. Minden, ne sminkelj erre a műzébe, mert nem örülnek neki. Ez pedig egy almafák, virágzó almafák, ez 1873-ban készül el, hogy hol? Je sais pas. Te ezt nem is kérdezed meg tőlem. Tele vagyunk, nézd meg a színvilágát, érted? Tehát egyszerűen életre kelti azt a pillanatot, egyébként az impressionizmusnak meg pontosan, de azért ilyen gyorsan festi, hogy Jézusom, várja, elmegy a nap, és azt akarja megfesteni, érted? Hogy azt érezd át, és azt lásd a képen, amit ő abban a percben lát, beleértve a fényeket, a szellőtől kezdve mindent. Nézd meg ezt a képét például, már is mondom neked, innen nézve, Trenton, à travers les branches, ez egy halad tavasz, ez neked egy halad tavasz, utána pedig a promenade près d'Argenteuil. Ez egy sétány, Argenteuil sétányon vagyok, érted? Ez mind éjszak, ez mind éjszak. Nézd meg, jaj, de szép ez a képe. Az anya Houstonit. Fú, egy ilyen Monet nagyon jó lenne nálam. Én kölcsönadnám a múzeumnak, csak adják oda, érted? Ezt tudom neked. És ez? Itt állok, nézzek. Les rossières dans le jardin de Montauban. Ezt nem tudom ennél jobban, mert a kisnő belehajol. Úgy érzi, hogy mindent meg kell nézni. Halál rózsa bokor. Halál rózsa bokor, látod? És ez Montauban készül, 1876-ban ez a képe. Csodálatos. Csodálatos.
ezek a részleteket? Amiket az öreg Cilla mutat neked? Voilà. Ça c'est magnifique. Mais après on n'est pas fini. Nézzük, jönnek a vitorlászok. Jönnek, nézzük. Hú, azért Gyuri Martonnak van egy ilyen vitorlász kollekciója, egészen más stílus, de az is csodálat, gyönyörűek a Mártonnak a képei, ezt nézzen meg. Nézzek, mindjárt mondom neked, hogy ez is álomszép, ez is. Ez kérlek szépen, itt van, azt mondja, Les bords de la Seine de la Grande Jatte. Látod? Ez a Szajna partján készül. Fú, kézzed el. Erről az aranyozott keretről jut azt mondja, új kollekción. A Monaco Victor Pasteur. A Victor Pasteur, ez a kép. Tudod, ő építi ezt a hatalmas házakat itt Monacóban. Szóval, ja, mást akartam mondani neked, hogy volt egy nagyon, van egy nagyon szép képünk Barabás Miklóstól, szóval kommunizmusban nem voltak nagy festpénzakértők, és azt mondták, mikor elvittük haza Franciaországba, hogy a családig elszöntek, ez a keret nagyon értékes. Szóval a képpel nem foglalkoztak, érted, hogy Barabás Miklós, hanem a kerettel. Nézd meg, ez milyen szép. Claude Monet, már is mondom, hogy ez mi, ide jövő a kis táblámhoz. Rúzsodat tetted, nem veszed elő. Ez pedig Chemin, nézzel, várjál, ez a Chemin? Várjál, ez szerintem nem ez a Chemin, de ez a Chemin, azt mondja. Les de Pourville, ça alors. Ja igen, ez a Chemin, ezt hívják Chemin-nek, ezt a kis utat, ahogy megy le a partra. De gyönyörűek a színei, te. Hát a iPhone nem csinál ilyet, mint a Claude Monet, anyád úristen. Hát igen, itt magángyűjteményekből bekerülnek ezek a képek. Azt mondja, Lissapen de Varangeville. Oh, nézd meg, de gyönyörű. Álomszép, álomszép. Kicsit rámegyek, hogy így élvezzen, érted? Hát igen, Victor Pasteurnek a kép. A Pasteur család épít mindent Monte Carlo-ba. Tehát ő pusztítja el a kis villánkat, és építenek toronyházokat a helyére, de jó, ezt a herceggel közösen csinálják, teljes idegben tudod képzelni. Gyönyörű ez a kép, már is mondom neked, hogy Débec de la Seine, près de Benoncourt. Benoncourt közelében van ez, és a másik, az pedig a flood, az árvíz, inondation, látod? Ez semmi más, ez egy árvizet ábrázol, amikor valamelyik hajó, vagy valamelyik folyó, nem hajó, folyó kiöntött, és egyébként itt megnézheted, hogy kinek a tulajdonában van a kollekció, hogy UNICEF értően, igen, Madrid Múzeum Nacional Tessin Bornemisza, ide érdemes elmenni, onnan kérték be, vetőt, azt mondja, la débâcle vető, azt a madridi Tessin Bornemisza múzeumnak a tulajdonában van ez a Claude Monet kép, nézze, ilyen gyönyörű. Kicsit rámegyek, mert gondoltam, hogy cipálod. Ha nem, akkor rám rugolt, tudod? Várjál meg, mert nem nagyon tudok hangoskodni. Ez a kép pedig, ez pedig Bras de la Seine pré-vetőj, ez is vetőjbe készül, és ennek a képnek a tulajdonosa, nézd meg, Mexico Collection Perez Simón. Érted? Ez Mexikóból érkezett, tehát hogy egy ilyen kiállításhoz még azt kell neked tudni, hogy elképesztő mennyi helyről hozzák össze a kollekciót, hogy te itt mondjuk most Monte Carlo-ben szeptember, nem tudom, 8-áig meg tud tekinteni. Ezeket nagyon szeretem, ezt a színvilágát Monénak, mert ez olyan vidámos, látod, itt kezdünk, 1885-ben festi az összeset, nem az utolsót 82-ben festi, kicsit rá közelítek. Nézd meg, azért az ez milyen szó, nézd meg azt a kis vitorlást, azt a kis kékszalagos szart, látod? Ugye megmondom, hogy ez hol készült, meg fogalmam szint, azt mondja, vitorlás, ahogy is szóval, hát azt nem érde, csak igen, és ez Michel Monet, igen, ez Michel Monet tulajdon, ja, ezek mind izé családi képek, érted? Ezek maradtak a Monet családnál, halálelőkelően, percig nem aggódol, nézd a. Álomszép. És ugye ezeknek az embereknek a biográfiáját, például a Barki Gergely, ugye a Czóbel Bélának a biográfusa,
vagy hogy hívják, most azt hiszem úgy hívják, hogy biográfus, de most te kijavítod, ezt nekem elmondod. Ez például a Szajná, ez Giverny-ben készül a Szajnánál, ez 1885. Ne felejtsd el, hogy ugye 1926-ban, 86 évesen fog meghalni majd Claude Monet. Nézd, és milyen gyönyörű. Tehát például Czóbel Villának például a biográfusa, az Barki Gergely művészettörténész, látod? Halál jó. És most elkezdett foglalkozni Matisse-szal, Henri Matisse-szal is. Bateau de Perche, hát egy halászhajó, Bateau de Perche. Próbálok fordítani nekem, amit tudok, de kapaszkodom meg. Tényleg kultúrpercek vannak. Usz. Érted? Ez egy pivoin. Nézd meg, te szép. Igen, penis, ez 1887-ben készíti. Itt a képnek a tulajdonosa azt mondta, hogy legyen annyi elég, hogy private. Nem mondom meg a nevemet. Majom. Szerző szépen, pivoin. És vége a kollekciónak.